Plusz pénz nincs, de akadályok sem lesznek, ezt jelentette be a főpolgármester a 3-as metró felújításával kapcsolatban. Tarlós István elmondta, hogy Budapest a saját több mint 30 milliárd forintos megtakarításából fogja fedezni a hiányzó összeget. Lázár János azt mondta, hogy a kormány minden segítséget megad a fővárosnak, de a finanszírozás az Európai Unión múlik. Én ezt fel fogom újítani, akárki akármit beszél, rikácsol, hazudik, ellenségeskedik, dehonestálva próbálkozik. A főpolgármester azt mondta, évek óta az az egyik fő célja, hogy rendbe hozzák a kék metrót. Tarlós István szerint a kormányülésen kiderült, plusz pénzt ugyan nem kap a főváros, de ha minden igaz, akadályokat sem. Így a metrófelújítás az uniós forrás mellett a főváros saját tartalékaiból valósulhat meg. Próbáltunk gazdálkodni, és van nekünk egy nagyon komoly, több 10 milliárdos pénzmaradványunk. Ez nem az EIB hitelkeret, és nem az uniós források, hanem a saját gazdálkodásunkból származó konkrét pénzmaradvány, amit persze elméletileg másra szerettünk volna költeni, de én ebből egy fillért sem engedek elkölteni. Kérdezem, hogy vajon miért fogadtuk el 125 milliárd forintos lyukkal a költségvetést? A szocialisták szerint a tartalékként emlegetett több mint 30 milliárdos plusz valahonnan hiányozni fog. Horváth Csaba azzal kapcsolatban, hogy a korábbi tervektől eltérően a felújítás végül az északi szakaszon kezdődhet meg, azt mondta, hülyeség. Nagyon őszintén kizárólag hülyeségnek, szakmai hülyeségnek lehet titulálni, hogy a közbeszerzési okok miatt a kevésbé elhasználódott 27 éves szakaszt újítaná fel az egyébként elhasználódott, ténylegesen életveszélyesnek talált 40 éves szakasz helyett. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Brüsszel egyelőre nem adott írásos jóváhagyást a beruházás eredeti 137 milliárd forintos költségeire sem. Az unió rábólintása nélkül pedig Lázár János szerint nem lehet plusz forrást bevonni, ezért jövő héten a kormány és a főváros közös tárgyaló delegációt küld Brüsszelbe. Természetesen, hogyha az Európai Bizottsággal megállapodásra jutunk, akkor meg fogjuk találni a finanszírozás módját. Ez egy finanszírozási technikai kérdés, legalább 3-4 megoldás jöhet szóba, de csak az, amit az Európai Bizottság jóváhagy. Tarlós István a metrófelújítás kapcsán bejelentette azt is. Azt tervezik, hogy lebontják a nyugati téri és a keleti pályaudvarnál lévő felüljárót is. Utóbbi helyén a föld alatt vezetnék el a forgalmat. A nyugatinál azonban csak egy színbéli kereszteződés maradna.